Adho Mukha Svanasana, a lefelé néző kutya póz. Ehhez gyere négy kézláb tartásba, és figyelj először arra, hogy a karjaidra, ha lenézel, pont párhuzamosak legyenek egymással, és így lesznek válszélességben a kezeid. Az ujjaidat nyisd szét, és inkább a mutató ujjad forduljon előre, mint a középső ujjad. Ezt azért kérem, mert a legtöbb embernek befelé forognak a vállai, és ez segít semlegesbe hozni a vállad, hogyha inkább a mutató ujjad, inkább egy kicsi kifelé forgás van a karjaidban végig, mintha a középső ujjad nyújtanád előre. Aztán figyelj arra is, hogy ne feszíts ki a könyököd, inkább egy icipicit hajlítsd be. És ilyen aktívan tartsd majd a kezeidet és a karjaidat végig. Sétálj előrébb a kezeiddel, nagyjából egy tenyérnyit. Onnan támaszkodj meg a lábujjakon hátul, és úgy emeld meg a térdeidet lefelé néző kutyapózhoz. És ha úgy érzed, hogy nagyon feszülnek hátul a combjaid vagy a lábaid, akkor hajlíts be inkább a térded, és nyugodtan behajlíthatod annyira a térded, amennyire csak kell ahhoz, hogy meg tudjon nyújtózni a gerinced, mert ebben a pózban az a célunk inkább, hogy a gerinced nyújtózzon. Úgyhogy ehhez a kezeidet aktívan told bele a földbe, és a lábaidat csak annyira nyújtsd, amíg érzed, hogy a gerinced még könnyen tud nyújtózni benne, és jó érzés van a gerincedben. Aztán, ha a karjaidra figyelsz megint, figyelj arra, hogy a lapockáidat nyisd szét, a tricepset húzd az arcod felé, forgasd kifelé a karjaidat. Ezt nehéz megcsinálni, segíthet benne, hogyha arra figyelsz, hogy úgy csinálsz a kezeiddel, mintha húznád őket egymás felé a jóga szőnyegeden, mintha össze akarnád zárni a kezeidet. Ha ezzel megvagy, akkor figyelj arra is, hogy ne homoríts a gerinceddel. A bordák elejét húzd a szemérem csontod felé, hogy még jobban meg tudjon nyújtózni a gerinced. Arra is figyelj, hogy a nyakad ne feszíts hátra, de ne is húzd be nagyon a fejed, hanem a nyakad is meg tudjon nyújtózni, húzd be az állad, és úgy nyújtóztasd meg a nyaki gerinced is. Ha hátra nézel a lábaidra, ellenőrizd, hogy a lábaid pont csípőszélességben vannak, ez azt jelenti, hogy párhuzamosak egymással a lábaid. Figyelj arra, hogy a legtöbb ember egy kicsit kifelé forgatja a lábait, és a sarkait összezárja. Tehát lehet, hogy szét kell nyitni a sarkaidat egy kicsit. Csinálj úgy a lábaiddal, mintha húznád őket egymás felé a joga szőnyegeden. Ez aktiválni fogja a lábaid belső oldalát. Ettől stabilabb leszel ebben a pózban. És jobban tudod aktiválni a Mula Bandhát is, azt az energetikai zárat, ami a gerinced alsó végénél van. És ez a póz nagyon jó akkor, hogyha szokott fájni a derekad, nagyon jól meg tudja nyújtóztatni a gerinced, és nagyon jól felkészít kartámaszos pózokra is, bármilyen kartámaszra később. Úgyhogy nagyon ajánlom a gyakorlását. Úgy gyere ki belőle, hogy lassan hajlíts be a térded, és engedd le a térdeidet a földre. Keresztezd a lábaidat, és ülj le. Jó gyakorlást kívánok, namaszté!